Az idősek világnapja alkalmából ünnepi műsorral kedveskedtek a szépkorúaknak a Zoltva úti idősek otthonában. Hodos Bálintné igazgató megköszönte az önkormányzat támogatását, segítségét, mellyel biztosította az elmúlt 9 hónapban a folyamatos ellátást és a biztonságot a szépkorúaknak a családjukkal való kapcsolattartásban is. 9 hónapig nem jelentett be hozzánk senki, mindig csak a szabályoknak megfelelően. És az idősek otthonában az, hogy önök ide jöttek hozzánk, az egy nagyon nagy bizalom. Én úgy tudom, az önök részéről is, hogy minket választottak, és a családok részéről, a hozzátartozók részéről, hogy megbíztak abban, hogy önöket ide helyezték. És nyilván ez egy nem egy könnyű döntés, és ennek ellenére ebben még jött a koronavírus, ami megnehezítette ezt a kapcsolatot. De ennek ellenére mindent, ami a szabálynak megfelelő, próbáltunk megoldani, hogy tudják tartani a családokkal a kapcsolatot. És ehhez a Karcagváros önkormányzata, polgármester úr a mindent megtett azért, a képviselőtestület, hogy mindent megkapjunk, hogy önök itt biztonságban legyenek. Megköszönte kollégái munkáját is, melyet augusztus 20-a alkalmából a karcagi önkormányzat és a megyei önkormányzat is szociális díjjal ismert el. Jó egészséget kívánt az ellátottaknak, és sok szép élményt még az idősek otthonában. Szeretném megköszönni polgármester úrnak, hogy megkaptuk a képviselőtestületnek, hogy megkaptuk a Karcagvárosért egészségügyi és szociális díjat, és szintén megkaptuk a Jászlóshon-Szolnok megyei közgyűléstől a dolgozóink a Szolnoki megyei szociális díjat. És ezzel elismerték a dolgozóinknak a munkáját, és ezt nagyon szépen szeretnék megköszönni. Szepesi Tibor polgármester a város nevében köszöntötte az időseket. Egy kiemelten fontos nap, de azt gondolom, hogy az év napjai közül csak jelentőségében kiemelkedő, hiszen nem csak egy napon kell az idősekkel foglalkozni, hanem az év minden napján. Ahogy mondtam a köszöntőben is, gyakorlatilag mindent nekik köszönhetünk. Apáinknak, nagyapáinknak, dédapáinknak, dédnagymamáinknak, mindenkinek, aki előttünk járt azon az úton, amelyet majd mi is egyszer be fogunk járni, hiszen tőlük tanultunk mindent, tőlük kaptunk mindent, tehát vigyázni kell, óvni kell rájuk, és hát azt a derűt, azt, amit sugároztak itt a mai napon is a Nóta műsor közben, azt azért azt gondolom, hogy ráfér mindannyiunkra, és talán ez a legfontosabb, amit el kell lesni tőlünk, és meg kell tanulni, és alkalmazni kell, hiszen mindig derűsek, mindig a jövővel foglalkoznak, még mindig, és szerintem ez a legfontosabb számukra is. És hát ahogy itt elhangzott, azért az önkormányzat is elismeri az itt dolgozók munkáját, viszont a jobb körülmények érdekében sok-sok pályázatot is beadtak. Itt hallottuk, hogy újabb 8 sikeres pályázata van az intézménynek. Természetesen folyamatosan foglalkozunk úgy, ahogy az eddigi önkormányzatok is folyamatosan odafigyeltek arra, hogy azokat a körülményeket, azokat a lehetőségeket, legyen az épületfelújítás vagy programok szervezése, folyamatosan figyelnünk kell, meg kell írnunk ezeket a pályázatokat, és hát természetesen nem csak a pályázati forrásból, hanem amennyire erőnkből telik saját forrásból is ezekre a feladatokra mindenképpen áldozni kell. Nem csak azok a pályázatok és azok a programok, amelyek kimondottan az idősekhez kapcsolódnak, hanem azt gondolom, hogy azoknál a felújításoknál, azoknál az elképzeléseknél, projekteknél, ahol bármilyen formában is az idősek, az előttünk járó generációk problématikájával foglalkozni kell, azokra folyamatosan oda kell figyelni. Legyen ez egy járdafelújítás, hiszen meg kell teremteni, hogy ők is föl tudjanak menni azon a járdaszegélyen, a kerékpárút felújításnál, azoknál a piacon elhelyezett eszközöknél, tehát folyamatosan figyelni kell azt, hogy ne csak egy korosztály, hanem minden korosztály tudja azt használni, tudja azt hasznosítani.